Sziasztok! A következő videóban arról lesz szó, hogy inni vagy nem inni a kaja mellé. Időnként ebben a témában is megjelennek brit tudósokról származó túldimenzionált kamu baromságok, sőt, néha még létező orvosok is merőben az ellenkezőjét állítják annak, amit mondani fogok, de szerencsére nem kell hozzá más, csak logika és józan parasztész, hogy lássuk, mi a frankó. Tehát miért ne egyáltalán folyadékot étkezés közben, illetve előtte vagy utána legalább fél órán belül? Nagyon egyszerű, azért, hogy ne told el se a gyomorsav, se az epe pH értékét. Mi is az a pH érték? A pH értéket egy skálán helyezhetjük el, ami 0-tól 14-ig van számozva, és a kémhatás meghatározására szolgál. Ezen a skálán a 0-as a tömény sav, a 14-es a tömény lug, és a kettő között helyezkedik el félúton értelemszerűen a 7-es, ami a semleges kémhatást képviseli, ez legyen a tiszta víz. Oké, akkor most jön egy kis anatómia élettan. A gyomorban termelődik a gyomorsav, ami egyes pH értékű sósav, tehát majdhogy nem tömény sósav. Ezzel szemben az epe viszont 8-as pH értékű nagyon gyenge lug, amit a máj termel, majd az epehólyagon keresztül a patkóbélbe vagy nyombélbe ürít. A patkóbél közvetlenül a gyomor után helyezkedik el, és nevét onnan kapta, hogy ilyen szép lópatkó vagy lópatkó nyom formája van, emiatt nevezi a szakirodalom így is, meg úgy is. Patkóbél, nyombél, kinek hogy tetszik. A gyomorsav feladata kis részben a kórokozók elpusztítása, nagy részben pedig a bevitt táplálék emésztése, szétbontása, felszívódásra való alkalmassátétele, de ezen belül is a legfontosabb feladata a fehérjék aminósavakra bontása, hogy aztán ezek az aminósavak a májban visszaépülhessenek fehérjékké, de már fajra jellemző fehérjékké. Vagyis ha Kis Pista megeszik mondjuk egy jó adag disznóhúst, ami amúgy egy potenciális fehérjeforrásnak minősül, akkor az ő gyomorsava az ebben rejlő értékes fehérjéket aminósavakra bontja, amelyek majd a vékony bélből felszívódva a vérkeringésen keresztül eljutnak a májba, ahol újraépülnek fehérjéké, de már fajra jellemző, vagyis Kis Pista fehérjéké, és így már Kis Pista szervezete képes lesz ezeket a fehérjéket hasznosítani. Hogy érthetőbb legyek, egy meglehetősen profán példával fogok előállni. Ha mondjuk én vásárolok egy régi típusú szocreálos családi házat, ami nekem igazából nem tetszik, akkor visszabontom tégláira, és ezekből a téglából építek egy új típusú amerikai konyhás kérót, ami már megfelel az ízlésemnek. Hát körülbelül így megy végbe a fehérjék hasznosulása is a szervezetben. Jó, akkor lássuk az epét. Az epe feladata a zsírok bontása és ezáltal vízoldékonyá tétele, amit körülbelül úgy hajt végre, nagyon leegyszerűsítve, hogy a nagyobb zsírcseppeket kisebb zsírcseppekre vágja szét. Ez nem csak azért fontos, hogy fel tudjanak szívódni ezek a zsírok, hanem azért is, mert bizonyos zsírban oldódó, vagyis zsíroldékony vitaminok csak úgy tudják kifejteni hatásukat a szervezetre, hogyha vízoldékony zsírral találkoznak. Tehát a zsíroldékony vitaminok mellé létfontosságú a vízoldékony zsírok biztosítása a szervezet részéről, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű 8-as pH értékű epe álljon rendelkezésre a patkóbélben, vagy mint ahogy az előbb mondtam, nyombélben, mindegy, hogy nevezzük. Jó. Visszatérve a gyomorsavra, illetve hogy mi megy végbe a szervezetünkben, amikor étkezünk. Tehát amikor eszünk valamit, akkor egy pépes elegy keletkezik a gyomrunkban, aminek már eleve felugrik 3-as-4-esre a pH értéke, vagyis rengeteget veszít a savasságából. De ha ez mellé még folyadékot is iszunk, beleértve a levesfogyasztást is, akkor nem csak, hogy még tovább rontjuk, higítjuk a gyomorsavat és az epét, ezzel még inkább csökkent fel mind a fehérjék, mind a zsírok megfelelő mértékű lebontásának az esélye, de az imént említett pépes elegy állagát is tovább lazítjuk, így a gyomor folyamatos préselő mozgásának köszönhetően még könnyebben a kelleténél jóval hamarabb emésztetlenül fog átlöködni a kaja a vékonybélbe, és így elégtelen lesz a felszívódás minősége. Itt ugyanis már emésztés érdemben nem történik, a vastagbélben pedig már tényleg csak víz visszaszívódás van. Hát egyébként ilyenkor a gyomor igyekszik némi többletsavtermeléssel kompenzálni a pH növekedést, de hát ez inkább már csak olyan sziszifuszi szélmalom harca részéről, igazából nem sokra megy vele. Jó, ebből mi adódik? Az étkezés egy része teljesen felesleges volt, kidobott pénz, mivel a
fehérjék is, zsírok is, vitaminok is csökkent felszívódási rátát fognak mutatni, gyakorlatilag hasznosulatlanul leengedjük őket a klotyon. Persze, ha valaki fogyni akar, vagy éppenséggel nem szeretne hízni, az nyugodtan igyon a kaja mellé, de én erre azt mondom, hogy akkor inkább már egyen kevesebbet, vagy igyon egy gyenge túrmixot, és kész. Aztán, ha eltelt legalább fél óra kaját követően, akkor már nem csak, hogy nyugodtan lehet inni, de kifejezetten ajánlott a folyadékfogyasztás, ugyanis ezzel millió egyéb probléma mellett megelőzhetjük a székrekedést, aranyérbetegséget, vastagbéltágulást, stb. Hát így dióhéjban ennyit erről a témáról. Igazából más erről nem lehet mondani. Valahogy így kéne összehangolni étkezések alkalmával az evést az ivással. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!